Három rétegű orvosi maszkot gyártanak a kézmű Airfo Fűkefe abaújszántói telephelyén. A beruházásnak köszönhetően a telephelyen felújítottak egy korábban nagyon rossz állapotú csarnokot, amelybe a szájmaszkgyártó gépsor telepítették. A 100 millió forintos beruházás felét a gépsor beállítását a bérmunkát megrendelő cég, másik felét az üzem tulajdonosa, az állami tulajdonú kézmű Airfo Fűkefe cégcsoport biztosította. Az abaújszántói üzem 117 dolgozója közül 77 megváltozott munkaképességű, akik szorgalmasan nagy odafigyeléssel készítik a három rétegű orvosi maszkokat. Jelen pillanatban 3 millió darab maszkhoz elegendő alapanyag van az abaújszántói üzembe. Tudni kell a maszkgyártó gépsorról, illetve az alapanyagról is, hogy egy kínai-magyar üzletember, Hezi Chang tulajdona, hogy a legyártott maszkokat is ő fogja árusítani, illetve ő keres rá piacot. Viszont az legyártott első 150 ezeret ő felajánlotta Magyarországon a szociális szférában dolgozóknak. A készítés során, amint látható, jelen pillanatban 5 ember dolgozik a gépen, és egy műszak alatt, ami 8 órát jelent, nagyjából 15 ezer darab szájmaszk jön le erről a gépről. Minden gép egy egyedi beállítást igényel, mindennek megvannak a technikái, úgyhogy ez a gépsor is, noha már üzemben van helyezve, finom hangolásokat még mindig igényel, amit csak helyben a helyi szakemberek tudnak beállítani. Tehát távkapcsolatban ez nem igazán működik. A bérmunka megrendelője a Spintec Kft. Ügyvezetője, aki 26 éve él Magyarországon. A kínai származású üzletembert örömmel tölti el az, hogy befogadták őt és családját hazánkban, ezért minden erejével azon dolgozik, hogy a legkülönbözőbb szinteken segítse Kína és Magyarország kapcsolatainak erősítését.